Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Az utóbbi két hétben a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság elitligájában pihentek az együttesek, így műsorunk is szünetelt. A hatodik forduló küzdelmeit két részletben bonyolították. Az első játéknap október 16-ára, míg a második október 30-ára esett. A forduló rangadójának a C plusz V klubfeca csatája ígérkezett. A hatodik forduló rangadójának a C plusz V klubfeca találkozó ígérkezik. Kék mezben a klubfeca, jobbról balra, még bordóban a C plusz V együttese. A középkezdés után Hajnal lőtte el a labdát, könnyelműen. Így az első támadást igazándiból a C plusz V vezetheti. Hátul járatják a labdát a bordómezesek, a címvédők, gárda játékosai. Molnár. Bogori próbálta megszerezni Horváth Zoltán által útját, aztán Müller tartja a labdát. Molnár. Király, Máriási, Viszú Péter szerzi meg a labdát. Vadász, Májer, még mindig ő kint van. Kirúgás. Hajnal. Molnár. Pot lépett közben, Molnár szerzi vissza. Máriási. Hajnal. Király. Viszlő betűlött közbe. Molnár bedobása. Bobori fejjel a kapu mellé. Nem sokkal ugyan. De elkerülte a kaput. Bubori Balázs fejese. A C plusz V jelenleg a hetedik a bajnokságban. Három győzelemmel és két vereséggel, 9 ponttal szerepelnek a tabellán. A klubfeca pedig második, 15 ponttal. Ők két mérkőzést játszottak, 5-ször győztek, 2-szer pedig kikaptak. A vesztett pontok alapján tehát azonos képességű gárdák jelen pillanatban a pályán. Ez majd mintegy 48 perc múlva kiderül, hogy melyik csapata jobb, illetve hogy egyenlő szinten űzik-e a futballt jelen pillanatban, hozzáteszem. Molnár. Máriási dobhatja majd be a labdát. Király lövi rá? Nem sokkal ment mellé. Viszlő Péter spárgázott, de nem kellett a labdához érnie a C plusz V kapusának. Nézzük a két csapat eddigi eredményeit az első öt fordulóban. A C plusz V a Nyitányon 4-2-re verte a Gallont, majd a Fészeképítők ellen 5-3-ra diadalmaskodott. A harmadik fordulóban a Fedél Kft-től szenvedték el első vereségüket, 4-1-el maradtak alul. De a negyedik fordulóban egy 3-0-ás vereség a Turulánytól. Az ötödikben pedig egy 5-0-ás győzelem az újonc Cooper SC ellen. A klubfeca a Mercurius Tourst verte 4-2-re az első fordulóban, a másodikban a Koralt 4-3-ra, a harmadikban a Gallon 3-0-ra, a negyedikben 5
6-5-re nyertek a fészeképítők ellen, és az ötödik fordulóban a Feder Kft-től kaptak ki 3-4-re. Ezen kívül még játszottak két előrehozott találkozót a 7. illetve a 13. fordulóból. Mindkét mérkőzést megnyerték. Az egyiket a Cooper SC-ben 5-4-re, a másikat pedig a Süni és barátai ellen 3-0-ra. Igaz, azt az eredményt nem a pályán érték el, hisz a Süni játékosai nem jelentek meg a mérkőzésen. Hajnal lőtt a félpályáról, eközben Viszlu Péter hárított szögletre. A 6. percben járunk, 0-0 a mérkőzés állása. Hajnal perdítette föl, Vadász fejeli ki. Müller, Mayer, a túloldalon nem érkezik játékos. Pott Sándort próbálta indítani. Máriási. Hajnal. Bobori jól veszi át, aztán Viszlu Péter tenyereli ki a labdát. Máriási szöglete. Keresi a társat. Bogorit választotta, ott azonban megelőzte a kékmezes játékost. Hajnal vállalkozott lövésre, elkerülte a kaput labdája. Vadász. Ott. Mayer hátrált, aztán megtorpant. A labda pedig elszállt a feje fölött. Hajnal. Máriási. Bogori. Leellett finoman. Pöccintett bele a labdára. Viszlu Péteren nem fogott ki a trükk. Molnár. Szabadrúgás a Csíkluszfélyavára. Horváth. Müller. Juhász lépett közbe. Máriási. Molnár. Ott. Müller. Hajnal. Körbejáratják a labdát. A Klubfece játékosai, Juhász mehet érte, nem mentette meg a labdát a vonal előtt. Dobhat a Csíkluszfél. Horváth. Mayer Lászlót választja. Bobori érkezik oda. Horváth. Ott. Vadász csúsztatta meg. Bobori. Viszli húzza le. Müller. Hajnal vele szemben. Vadász. Horváth. Vadász indította. Egy picit hosszú volt a labda. Hajnal lövi rá, Bobori oldalháló. Tizedik perc, 0-0. Fehér. Végzőztem meg Mayert. Aztán van
vadász fejelt kapura. Veszélytelen volt Máriási. Hajnal. Ott fülelte le az átadást. Mayer. Ott. Horváth. Vadász. Még nem tartotta. Azonban kirúgta a labdát a túloldalon. Pár méterrel hátrébről kell végezni a belobást. Molnár most már a labdával. Egyenlőre meg, de túlsan alacsony színvonalú a találkozó. Sok a hiba, a pontatlan passz. És az iram sem fergeteges. Molnár. Hajnal. Bobori. Horváth lábáról vágódik le. Müller tartja, bevárja vadászt, aztán nagyot esik. Mayer végezhet el szabadrúgást a középpontról, majd hogy nem. Horváthnak adta át a lehetőséget. Pott kivelt a kapu elé. Nem ért bele senki. Juhász. Hajnal. Molnár mellé. A Klopeca játékosai szögletet reklamálnak. Nem ér bele senki. A Csékuszvé védői közül itt teljesen jogos volt a kirúgás. A következő fordulóban a Klubfeca pihen, hiszen már mondtam, Müller hozott mérkőzésen verte a Cooper SC-t a hetedik fordulóban. A Csíkuszé pedig a bombomboltal találkozik, ami rangadónak számít. Viszlővéd óriásit hajnal lőtte rá váratlanul. Péter megsérült közben. Aztán most már visszaáll a Csíkuszvé hálóőre. A kesztyű is felkerül a fájós kézre. És jöhet a szöblet. Molnár végzi el a sarokrúgás. Külsővel tekertek középre. Nem érkezett senki a beadásra. Ott. Vadász fejjel vissza, hajnal szabadít fel. Aztán Juhászt előzte meg Molnár. Ez a Mayer elnézést Molnár a labdával. Müller szerelte könnyedén, Mayer. Máriási. Kint volt már. Juhász vállalkozott egy távoli lövésre, elkerült a kaput. 15. perc, még mindig 0-0. Ott.
kapott. Müller. Vadász. Molnár szerelte Müller. Bubori. Gyenge volt. Az átadás, a legurítás jó, azonban Molnár lőtt a kapu mellé. Ott. Miller. Máriási szerelte. Ott bedobása. Miller. Molnár. Vadász csípje a labdát. Mayer. Müller. Vadász. Szép játék. Gól. 1-0-ra vezet a Csépőszvé. Sok mat helyzetig játszották ki a Bordó mezesek, és a 16. percben megszerzi a vezetést a Csepőszvé gárdája. Máriási. Juhász. Diszlő Péter szedi fel a labdát. A kidobása Müllert kereste. Vadász bedobása. Juhász. Juhász. Bobori. Mellé. Nagy helyzet volt ez is. Ott. Vadász felé. Máriási. Molnár. Müllert találja el. Hajnal. Molnár. Máriási. Molnár húzná meg a bal oldalon. Ott. Müller. Szöget. Fehér védte Müller lövését. Bobori. Már. Bobori kapja vissza. Ott rúgja fel Boborit, mert tovább a játék. Balog. Hajnal. Balognak vissza. Molnár. Bobori. Még mindig ő előtte a kapu előtt keresztbe. A játék megy, közben Hajnal reklamál a játékvezetőnél. Hajnal. Vadász állította meg. Balog. Molnár. Rossz volt a csel. Müller. Balog. Bobori. Hajnal. Molnár. Máriási. Balognak hagyja ott.
kapott. Maier fordulhat és indíthatja a kontrát. Müller 2-0. A kontrából Müller volt eredményes. Maier remekül vette észre, hogy a jobb oldalon felfut mellette játékos társa. És a 20. percben már 2-0 a Csépuszvének. A Kupfeca birtokolja többet a labdát eddig a találkozón. Jól járatják, szövögetik támadásaikat, azonban a befejezésig nem mindig jutnak el. Ha eljutnak, akkor pedig Disznó Péter van a helyén. És a Csépuszvé pedig egy kontrából szerzi második találatát. Balog. Bogori fejet. Nem találta el jól. Disznó kirúgása. Hajnal. Kellner. Balog. Bobori. Itt egy 9 méterről jár a szabadrúgás a Kupfeca javára. Labda mögött Máriási és Kellner. Kellner lövi el, Müller lépett bele a lövésbe. Játékvezetői feldobás, plafont ért a labda. Maier adja vissza a játékszert a Kupfecának. Balog jól tartja a labdát. Bobori. Müller hozzá. A Csépuszvé dughat. Utána Hajnalról hagyta a labda a játékteret. Kellner. Vadász. Balog. Disznó kidobása. Vadász. Müller. Fehér Béla. Müller szöglete. A 23. percben Vadász mellé. Lecsúszott a lábáról. Hajnal. Kellner. Hajnal. Kellner indította volna, pontatlan volt az átadás. Ott bedobása Maier felé. Hajnal szereli, lő, Disznó védlábbal. Máriásinak kellett bordás falat mászni a labdáért. Disznó dobhatja ki, Müller. Kint van. Hajnal. Kellner. Máriási. Disznó. Müller felé, Kellner fejeli ki.
Meyer komótosan érkezik a bedobáshoz, nekik nem sürgős. Pot csúsztatja, Vadász vissza, Müller, pot, kapufa! Most szabadult fel csak a klubfeca kapuja. Kellner. A Cséplőszre játékosai kezezést reklamáltak az iménti esetnél, és ez volt az utolsó momentuma az első félidőnek. Tehát a Cséplőszre 2-0-ra vezet 25 percnyi játék után. A Cséplőszre végezte a második játék részt. Mayer. Müller. Kellner forgolódik saját kapuja előtt, aztán Kerencsér próbálta előre vágni potról. Pattant le a labda. Máriási. Balog. Kerencsér felé. Pott emeli ki. Hajnal. Viszlóval kilágódik, Máriás ülő és a fekvő kapust találja telibe. Kellner. Kerencsér. Vadász támadta. Ott fut el a jobb szélen. Mayerhez passzolna, azonban Mayer háta mögé gurította a labdát. Kellner. Hajnal. Gelencsér. Kellner szelidíti meg. Aztán Balognak kell hátra futni a labdáért, hogy előre ívelje, illetve kapra lőjön. Célt tévesztett. Kellner csúsztatta szögletre a labdát. Müller végezheti el a sarokrúgást, majd ismételhet. Müller szöglete. Ott. Aztán Fehér vágja előre, Hajnal előzheti meg Vadászt. Disznó szedi fel a labdát. Müller. Takarásból lőtt el, Fehér azonban a helyén volt. Balog. Müller szerezte meg a labdát. Müller Csaba igen hasznosan játszik, Máriás ülő a kapu mellé. Vadász hátáról pattant szögletre a labda. Ismét Vadász volt, aki meghiúsította a klubfeca támadását. Ott. Kellner. Egymást zavarták. Máriási és Gerencsér. Disztú. Kellner vissza. Kint van. Ott. Müllerről ment ki a labda. Kellner bedobása Máriási felé, Balog.
horvát. Müller egyedül, elől, a kapu mellé lő. Kellner. Némi zavar a Kupfece játékában. Második félidő, 5. perce, 2-0-ás Csépülsz fővezetés. Vadász, Fehér, Hajnal, Máriási, Balog, jól tartja a labdát, aztán Müller lépett közbe. Máriási, Kellner, Gerencsér lábáról pattant a Viszli Péter kezébe. Müller fehér hárít, amúgy reflexzerűen. A szögletet Müller végezhette el, Vadász lőtt a kapu mellé, mint a súrolta volna Kellner lábát, így is van. Szöglet a dologból, most a túloldalra érkezhet Müller. Gelencsér. Hajnal. Gelencsér bedobása. Inkább rúgja a labdát, Balog. Máriási. Maier szerzi meg. És viszi tovább. Maier még balra lő mellé. Kellner. Gelencsér. Kellner kapja vissza. Vadász indulhat. 2-1 ellen. Müller rosszul találta a labdát, nagyon. Gelencsér. Most felpörgött az iram, valamelyest Kellner lövi rá fölé. Mindkét oldalon veszélyeztetnek a játékosok. Több-kevesebb sikerrel. Tisztül. Fehér kidobása. Balog. Máriási. Kellner. Balog. Tisztri. Nagy kidobása. Müller csúsztatott. Fehér a helyén volt. Gelencsér. Saját játékosát találja el. Balogról vágódott ki a labda. Az oldalvonalon túlra. Maier. El is kint van. Vadász dobta át a túloldalra. Bobori. Gelencsér helyére érkezett most. Máriási. Balog. Bobori. Máriási. Két ember között szépen passzolta tovább a labdát, aztán Hajnal lőtt kapura, Viszlő Péter szögletre mentett. Hajnal, gyönyörű gól! Balog szöglete révén Hajnal került helyzetbe, aki az ívelt labdát kapásból lőtte a bal alsó sarokba. Szépít ez a Kupfece 2-1. Második félidő, 9. perce. Müller. Hajnal. Kellner.
távoli lövéssel próbálkozik a félpályáról. Veszélytelen volt. Diszlúj kirúgása. Hajnal csúsztatja meg, szöglet. Vadász. Magasan fölé. Kellner. Máriási. Vadász lépett közbe. Hajnal. Kellner. Balog. Hajnal. Mayer mellett nem tudott elmenni. Kellner. Balog. Vadász csúszott be, úgy szerelt. Diszlő Péter birtokolja a labdát. Aztán kidobását Máriási fejeli vissza, Hajnal. Máriási vette át szépen. Balog elveszte egy pillanatra, ott van még a lehetőség. Máriási, és potlábáról vágódik ki a labda, aki feküdt a kapu előterében. Vadász a túloldalon, Fehér. Másodszor is Máriási. Balog. 4-2 ellen. Most már Müller visszaérkezik. Ebben a helyzetben több volt. Balog lőtt a kapu mellé. Egyenlíthettek volna a kékmezesek. Disztült kirúgása. Müller. Szép volt a csel. Aztán a passz is jó. Mayer és Müller játszik össze. Hajnal. Kellner nem számított rá. Későn indult be. Pott. Mayer rúgta fel a labdát. A szemközti erkélyre. Ott. Mayer. Vadász felé, át a túloldalra. Nem volt pontos a keresztlabda. Második félidő 13. perce, 2-1-re vezet a Csé plusz V. Máriási. Bobori. Máriási. Ketten zártak előtte, Kellner lőtt el. Labdája elkerülte a kaput. Diszlő. Balog, Máriási, Juhász nem tudta lekezelni a labdát. Ott. Balog mellett megy el, aztán előre íveli. Juhász. Máriási csúsztat, Bobori tartja meg. Juhász fölé. Diszli. Kellner. Balog.
Kellner kapta volna vissza. Mayer lába azonban közbeszólt. Müller mellé. Balog. Bobori. Kellner. Mayer szerzi meg, és ebből indulhat a csép plusz V. Müller. Hosszú volt Mayernek a visszapasszolt labda. Bobori. Tisztelt kirúgása. Kellner fejjel vissza. Nem volt veszélytelen. Vadász. Máriási. Kellner. Bobori. Balog. Jól vette észre Máriásit, középre passzol. Juhász elől Mayer tisztáz. Juhász. Bobori bedobása, Juhász, Viszl. Müller, egy emelés. Hosszú. Kettner. Máriási. Hosszan szöktette magát öccsel. Nem volt jó. Müller. Horváth segít neki. Mayer. Viszl. Bobori kapja a labdát. Juhásznak gurította le. Lehet jobban járt volna, hogyha a kapura fordul. Bobori. Kellner. Bobori. Juhász. Kellner. Balog. 18. perc a második félidőben. 2-1-es csíp plusz V vezetés. Müller lövi el, fehér látványos mozdulattal sarkozott ki a labdát. Ott fölé. Szöglet lett a dologból. Máriási végzi el a szögletet. Balog. Müller érkezett vele jókor. Juhász potról vágódik ki a labda. Balog. Müller könnyedén húzza vissza. Juhász. Mayer bedobása. Hajnal. Horváth vissza. Müller. Vadász. Máriási vette el tőle a labdát, Juhász indulhat meg. Balog. Hajnal. Horváth Zoltán lépett oda. Máriási. Szöglet. Bobori. Juhász. Mellé.
ismét egy nagy lehetőség adódott a klubfec előtt, hogy egyenlítsen. Egyenlőre ez még elmaradt. Hajnal fejeli vissza. Bobori, 5 perc van hátra a találkozóból, Máriási, Juhacsel középre passzol, Mayer hozza ki. Bobori fejjel vissza, Máriási, nem érkezett Juhász. Ott. Mayer. Fehér. Hajnal. Hajnal tartja még. Balog. Juhász. Balog. Bobori. Balog. Müller. Vadászkod keresztbe. Kapná is a labdát, azonban egy picit hosszú volt az átadás. Juhász, Máriási, Hajnal. Még mindig ő potról vágódik ki. Máriási. Juhász. Bobori. Mayer indít. Fehér érkezik a kapujából. Bobori. Máriási próbálta tovább pöccinteni, Horváth Zoltánról vágódott le. Aztán Bobori ér bele, kézzel a labdába. És ki is állítják Boborit. Aztán Hajnal Imre nézeteltérése a játékvezetővel szemben. És kettős ember hátrányba került a Csé plusz V ezáltal. Bobori Balázs és Hajnal Imre a két kiállított játékos, amikor 3 perc van hátra a találkozóból. Vadász. Ott. Vadász. Diszl. Ott. Nagy kettő nem tudta visszatenni a labdát. Nem találta el a játékszert. Máriási. Balog. Juhász. Három mezőnyjátékossal próbál mindent megtenni a klubpeca az egyenlítés érdekében. Vadász Juhászról vágódik vissza, és egy szerencsétlen gól. Máriási hátáról pattant vissza a labda, egészen a Csé plusz V kapujáig. 3-1. Hajnal még mindig magyaráz a játékvezetőnek. Bobori 2 perces kiállítása letelt. Hajnal Imre nem jöhet vissza, hiszen ő már kapott még plusz egy 5 percest. Bobori. Disztú véd. Bobori érkezett keményen.
pot bedobása. Vadász. Balogh szerzi meg. Máriási. Horvát érkezett vissza jókor. Utolsó perc a találkozón. Máriási bedobása. Horvát csúsztatta ki. Balogh. Bobori. Máriási. Elkerülte a kaput lövése. Diszlő kirúgása. Mayer. Bobori lökte fel. Letelt a rendes játékidő. Mayer adja haza. És már a játéktéren sincs tovább, tehát 3-1-re nyert a Cséplusz Véha Klub Feca ellenében. Így tehát a Cséplusz V újabb győzelmet szerzett, a Klub Feca pedig begyűjtötte harmadik vereségét is a pontvadászatban. Tehát a végeredmény Cséplusz V Klub Feca 3-1. A többi mérkőzés összefoglalójából megtudhatjuk, ki töltötte hasznosabban a bajnoki rövid szünetet. A Fedél Kft. Bombombolt összecsapásnak nagy volt a tétje, hisz az 5. Fedél és a 4. Bombon között csupán 2 pont volt a különbség a forduló előtt. Ennek megfelelő játékot produkált a két gárda, hol egyik, hol másik csapat került előnybe, de több gólos különbséggel egyik fél sem tudott ellépni a másiktól. 4-3-as Bombon vezetésnél fordulhattak a csapatok, s a második játék részben a Fedél bizonyult jobbnak, így a végeredmény nem is lehetett más, mint 4-4-es döntetlen. Nem nagyon lehetünk elégedettek, mert jó, mind a két csapatnak volt helyzete, de szerintem a nagyobb zicserek azok náluk voltak. Hát a mi hibánk sajnos, nem írhatjuk senkinek a számlájára. Ez van, majd a következő jobb lesz. Benne volt mind a két csapatnak a győzelem, de szerintem igazságos eredmény született. Úgyhogy nekik is megvoltak helyzeteik, nekünk is. Valóan igazságos eredmény született. A Cooper SC Turulány összecsapása vártnál szorosabb csetát hozott. A mérkőzés nagy részében a listavezető irányította a játékot, s már 3 gólos előnyre is szert tett. 1-4-nél a Cooper játékosai megtáltosodtak, s meg is lepték a bajnok aspiránst. Az újonc felzárkózott, s nem kellett volna sok az egyenlítéshez sem. Végül a Turul 4-3-ra nyerte a találkozót, továbbra is őrizve ezzel vesztett pont nélküli mérlegüket. Nagyon lelkes csapat volt, ugye friss feljutók, eszméletlen furcsa stílusban játszottak, szóval számomra egy szokatlan volt. Szerintem egy kicsit nagy pályás, itt ismerek két srácot, ők az MTK-ba fociznak, azt hiszem, MTK ifi, ha minden igaz. Hát mondjuk rajtuk érződött azért a nagy pályás stílus, de szerintem a többiek is nagyon, nagyon furcsa, szóval kis pályához képest szokatlan játékot produkáltak. De hát azt hiszem, hogy pontosabbak voltunk a végén, és ezért sikerült nyernünk végül is. Ha nem játszottunk rosszul, kis szerencsénk, vagyis berúgjuk a helyzetünket, akkor szerintem nyerhetünk is volna. A tabella alsó régióját vezető fészeképítők a még veretlen Blue Hétfővel találkozott. Az erőfelmérő perceit követően a Blue Hétfő birtokolta többet a labdát, s a vezetést is megszerezte. Nem sokkal később a fészek egy szögletből egyenlített, ám nem örülhetett sokáig, hisz a fehérmezesek újra átvették a vezetést, sőt előnyüket tovább növelték. Biztos vezetése tudatában a Blue Hétfő már nem fektetett túl nagy energiát a támadás vezetésbe, így nagyobb területet nyert a fészek. A mezőnyfölénnyel azonban nem tudtak túl sokat kezdeni a narancstrikósok, a Hétfő leginkább a kontrákra összpontosított eredményesen, hisz a végeredmény 7-3 a Blue Hétfő javára. Amíg 0 pontos Gallon Kft. A felzárkózni igyekvő Bádogos ellen lépett pályára. Az ebromezes Gallon még mindig nem találja hatékony játékát, így már az első félidőben megmutatkozott a Bádogos fölénye. A Gallont az ellenfélen kívül az is hátráltatta, hogy ismét cserejátékos nélkül küzdötték végig a találkozót, melyet végül a Bádogos nyert 7-1-re. A korral szép hőszeder találkozó nagy iramban kezdtek a csapatok, de hát ez nem is volt meglepő, hiszen mindkét félnek égetően szüksége volt a 3 pontra. Mindkét oldalon veszélyben forogtak a kapuk. A fehérmezes szép hőszerzett vezetést, nem sokkal később azonban a korral egyenlített. Az első félidőben ez az adókapuk még egyszer megismétlődött, így 2-2-vel fordultak az együttesek. A második félidő elején a korral kezdett aktívabban, majd ismét kiegyenlített lett a játék.
A Seder harmadszor is előnyre tett szert, amit a Korral ismét egalizált, így a végeredmény 3-3-as döntetlen, ami egyik csapatnak sem kedvező. Nekik is megvoltak a helyzeteik természetesen, örültem, hogy azért talán egy kicsit többet kezdeményeztünk mi ennyiből, talán a több kapufánk is jelezte, de végül is ezeket nem tudtuk értékesíteni, végül is reális az X. A Mercurius Tours Süni és barátai összecsapás süni helyzetekkel kezdődött. A Mercurius védelmének nem kellett sok idő, hogy kapitulálni kényszerüljön. A hibát könyörtelenül büntette, a nevében is baráti alakulat. A gól után a Mercurius előrébb merészkedett és már helyzeteket is kialakított. A Süni és barátai végig magabiztosabb egységnek tűnt, s ezt gólokban is megmutatta. A Mercurius ezen az estén rossz napot fogott ki, s csupán szépítő találatra futott erejéből. Mercurius Tours, Süni, 2-3. Az a baj, hogy ketten fáradtan érkeztünk a mérkőzésre. Nem tudtunk koncentrálni. Megfutottak minket, jobban passzoltak. És most nem jött ki a lépés. Jövő héten megpróbáljuk. Igazoltunk játékosokat, úgyhogy hát nincs cserénk, láttátok ti is. Úgyhogy mindenképpen meg kell próbálni erősödni, mert így nem lehet. Öt ember nem lehet végigjátszani első osztályon, mert egyszerűen erőbe sem bírjuk. Hiába gyengébb képességű a csapat, akivel játszunk, de erőben nem tudjuk felvenni a versenyt. Szerintem sokkal jobban játszottunk, mint az ellenfél. Hát gólokkal kellett volna nyernünk. Hát saját magunknak tettük nehézzé megint a mérkőzést. Könnyen működtünk, ez lett a vége, de hát nagyon örülünk a győzelemnek, így fel tudtunk zárkozni ugye ezen a középmezőnyhöz. És akkor nézzük az első osztály 6. fordulójának eredményeit. Fedél Kft. Bombom volt 4-4, C plusz V Klubfeca 3-1, Cooper SC Turulány 3-4, Fészeképítő Blue Hétfő 3-7, Gallon Kft. Bádogos 1-7, Korral Szép Hőszeder 3-3, Mercurius Tours Süni és barátai 2-3. A tabella a következőképpen alakult. A listát a Turulány vezeti 18 ponttal 100%-os teljesítménnyel, második a Blue Hétfő, szintén veretlen csapat 16 ponttal, és harmadik a Klubfeca 15 ponttal. Negyedik a Bombom volt, ötödik a C plusz V, hatodik a Fedél Kft., hetedik a Mercurius Tours, nyolcadik a Bádogos, kilencedik a Süni és barátai, és az alsó régió tizedik a Cooper SC 6 ponttal, tizenegyedik a Szép Hőszeder 5 ponttal, tizenkettedik a Fészeképítők 4-gyel, tizenharmadik a Korral szintén 4 ponttal, és tizennegyedik a Gallon Kft. 0 ponttal. Az 1B-ben is rendeztek fordulót, immár a 6. ennek eredményei: Lánkászkafém 2, Zöldger 96 Kft. 3-0, MÁV Gépészet Albakerámia 57 Kft. Fehérvár Horgászbolt 4-2, Poyák BT Dekkebau Herese 1-2, Shellgáz Traktrailer C 1-6, Ságépítő Vízművété Transman 0-0, Más Tészta Fevita 2-6, Maratonsportbolt Hungária Taxi 4-2. A bajnokságot a MÁV Gépészet vezeti 21 ponttal, második a Fevita 15-tel és harmadik a Dekebogerese 15 ponttal. Negyedik a Traktérler, ötödik a Maraton, hatodik a Vízmű, hetedik a Poyák, nyolcadik a Zöldker, kilencedik a Ság, tizedik a Fehérvár Horgászbolt, tizenegyedik a Lankaszköfém, tizenkettedik a Hungária Taxi, tizenharmadik a Más Tészta és tizennegyedik a Shellgáz. A 6. fordulóban 2 döntetlen és 1 pályaválasztó győzelem született. Jövő héten is izgalmas találkozókra lehet számítani, hiszen például a Bombom volt a C plusz V-vel, a Turulány a Mercurius Tours-szal, a Blue Hétfő pedig a Fedél Kft-vel mérkőzik. Kedves nézőink, ennyi volt mára a kispálya, munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!